A Kállai gyűjtemény alapítója, Kállai Miklós egykori miniszterelnök fia Kállai Kristóf volt. Többek között személyes tárgyakat, korabeli okleveleket, dokumentumokat, valamint ruházatot és étkészletet is őriz a tárlat. A látogatók apát és fiát, Kállai Andrást és Kállai Miklóst ismerhetik meg a Nyírvíz palotában. A két politikus életében számtalan hasonlóság van. Ilyen például, hogy mindketten 80 évet éltek, 27 évesen nősültek, mindketten építettek vármegyeházát, valamint mindketten főispánok is voltak. Utóbbi tény nagyon kevés családra jellemző. András legkisebb fia Miklós apját is túlszárnyalt a politikai szempontból. Ő miniszterelnöke is volt az országnak 1942 és 44 között. A Kállai család vezetése alatt Nyíregyháza az egyik aranykorszakát élte. Amikor Kállai András Szabolcs vármegye főispánja volt 1889 és 1897 között, tulajdonképpen ezt a korszakot nevezett történelem a boldog békeidőknek is. Pont arra az időre esett az ő főispánsága, amikor Nyíregyházán gombamód öntek a szebbnél szebb középületek. Ekkor épült meg a vármegyeháza, a koronaszálló, az evangélikus iskola vagy a színház, de akár a görögkatolikus templomot is említhetjük, meg hát a monarchia legkorszerűbb lovassági laktanyát, a huszár laktanyát is. A tárlat legrégebbi ruhadarabja ez a fekete díszmagyar, amit Kállai András viselt. Ezt az 1880-as években készítették. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte, a Kállai család sokkal több értéket és emléket adott az utókornak, mint remélték. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy mind a ketten vármegyeháza építők voltak. Tehát Kállai András ugye a jelenlegi vármegyeházát a Hősök terén építette, illetve neki a legkisebb fia Kállai Miklós, aki ugye miniszterelnök is volt, ő pedig a vármegyeházának a B épületét építette meg. Tehát ezzel már rögtön letettek egy olyan, hogy hagytak maguk után egy olyan nyomot, amellyel én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tettek azért, hogy az a mostani közigazgatás, amelyben élünk, az megkapja a megfelelő alapokat. A kedden nyílt kiállítás apropója, hogy Kállai András 180 évvel ezelőtt április 9-én született. A tárlat a Nyírvíz palotában látogatható, hamarosan azonban új helyszínen várják a vendégeket. Minden igaz szeptemberben költözünk a Bessenyei térre, a Kállai házba, a felújított gyönyörű szép Kállai házba, mert jelenleg ugye a 13 000 kötetes könyvtárunknak is csak egy része van kipakolva itt ebben a nyírvízpalotai helyiségben, de bízunk benne, hogy ez a költözés minél hamarabb megtörténik. A kiállítás négy intézmény közös együttműködésének köszönhető, a Kállai gyűjtemény mellett a megyei levéltár, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár és a Józsa András Múzeum Kállai családhoz kötődő emlékeit is megtekinthetik a látogatók.